Oh my god! Erős paprika. Már színe is rossz. Elvis! Már fog gulladni! Nem érzek semmit, vágod? Esküszöm, nem bírom, srácok. Rendesen jegelnem kell az arcom. 2:19 van, és nem bírok aludni, annyira fáj a hasam. Szerintem ki kell mennem amúgy WC-re. Békés karácsonytól, hát üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon. Én Tom vagyok, és a mai videóban megint egy nagyon durva örültséggel készültem nektek. 24 óráig csak és kizárólag extrém csípős kajákat fogok enni. Ami azért lesz nehéz, mert egyébként utálom a csípőset. Plusz fogalmam sincs, mi az, ami csípős, és mi az, ami nem. Lehet, hogy valami, ami nekem csípős, az nektek olyan, mint a gumicukor. Na mindegy. Készen álltok? Nem hinném. Rengeteg receptet nézegettem, mire rájöttem, hogy a mai videóban nem akarok Gordon Ramsay-t játszani. A reggelimhez egy instant kaját fogok elkészíteni, amit biztos nagyon sokan ismertek, viszont nagyon nagy extrázással. Ebédre úgy döntöttem, egy nagyon random, nagyon extra, nagyon csípős dolgot fogok választani és rendelni, mert hogy most ugye nincs nagyon kedvem sütni, főzni meg ilyenek. Viszont vacsorára bevállalom, és saját magamnak fogok főzni újra. Hisz ezt imádjátok a legjobban. Meg én is. Főleg, amikor el kell mosogatni. Úgyhogy csapjunk is bele! Üdvözlök mindenkit a konyhában! Tehát igazából rengeteget, de tényleg rengeteget. Gondolkodtam és agyaltam, hogy mi lenne a tökéletes csípős reggeli, majd nem volt semmi jó ötletem. Úgyhogy megkerestem a legcsípősebb szmeklevest. Gyakorlatilag az van erő, hogy chili. Pont. De három ilyen paprika is, ez elég durvának tűnik nekem, meg hát alapból én meg a csípős, nem vagyunk olyan jóba. De hogy ezt megextráztam, beszereztem egy tabaszkót is, mert azt hallottam, ez ilyen csípős dolog, egyébként fogalmam sincs köbben. Vettem egy tabaszkót, ami... Jaj, szegény pocakom. Illetve van itt ugye egy szép ilyen kis zöld paprika, hát elvileg csípős. Nem vagyok biztos benne, de reménykedjünk. Szóval ez itt a reggeli csomagom. Aranyos, nem? Így gyomorra ilyet enni. Úgy érzem, erre is csak én vagyok képes. Szóval mindenek előtt forralunk egy kis vizet. Ó, ja, hogy nincs bedugva. Na most. Na, hé. Most. Miért nincsenek halk vízforralók? Szóval, beleteszem a tésztát, illetve ezt a kis levesport, ami jár hozzá, ami ugye extra csípős. Ó, de várom. Már a színe is rossz, esküszöm. Ilyen csípős színe van, tudjátok. Ó, az illat az a jó. Majd pedig jöhet rá egy kis forró vizecske. Alig várom, hogy kész legyen. És hagyjuk, hogy kicsit szikkadjon, és tökéletesen átvegye a tészta a csípős ízt. Na, amíg pedig ez a leves készül, vágok egy keveset a paprikánkból. Úristen. Esküszöm, már a szaga is csíp. Mennyire csípős? Lehet, nem is akarom megtudni. Megkóstoljak addig egy kis darabot. Eddig nem nagyon csíp. Szerintem most már nagyjából jó lesz. Beleöntöm a kis paprikákat is. Illetve tettek bele a híres neves tabaszkóból is. Azt hiszem nem véletlenül nem ettem még ilyen csípős dolgokat soha. Srácok, akarom én ezt. Ismétlem egyébként, nekem ez a reggelim. Aló. Oké, elindult. Esküszöm, hogy a szaga is csípős, most nagyon sokat teszek. Valószínűleg igen, oké, mindegy. Mit belem vállalok egy videóért? Hát akkor azt hiszem, lássunk neki. Húha! Csípős ízorgia. Azt a mindenit! Boy! Azt a mocskos mindenit! Ez egy kicsit csíp! Elvíz! Úristen, zsátok! Pont egy jó kis paprikás darabba csíptem bele, meg ott összpontosult a tabaszkó is, úgyhogy... Na jó, folytassuk, meg kell enni. Na nézem a nehezem hegyét! Ajajajaj. Ez esküszöm el, mint a büntetés lenne. És attól, hogy meleg, még rosszabb. Ki kell mennem a teraszra kiszellőztetni az arcomat. Ez egy nagyon gonosz kezdeményezés. Srácok, befejeztem. Ez valami undorító volt. Rendeség az egész pofazacskon vágod? Azt hiszem, most már tudom, hogy eddig miért nem ettem soha ilyet. Azt hiszem, én erre nem álltam készen, meg a gyomrom sem, mert mindjárt ide okádok. Nem mindegy, ez egy jó kis nap lesz, azt hiszem, szóval ugorjunk is az ebédre. De még mielőtt tovább haladnánk, szeretném elmondani nektek, hogy a mai videót a Boosteroid támogatta. Karantén alatt teljesen ráfügtem a videójátékokra, azonban nem volt mindig lehetőségem a legkirább gépeket használni, illetve az összes játékszoftvert megvenni, viszont megtaláltam a legjobb alternatívát. A Boosteroid.com egy olyan felhőjáték platform, aminek segítségével a legújabb, legkirább játékokat tudsz játszani, anélkül, hogy meg kéne venned a legújabb gépet, aminek több százezer forintba kerülne. Mindössze egy Boosteroid fiókra, jó internet kapcsolatra, egy egérre vagy kontrollerre és egy klaviatúrára van szükséged. A legjobb rész az egésznek, hogy mindössze havi 10, vagy évi 50 euróért tudjátok igénybe venni ezt a szolgáltatást, ami ha elosztod, nagyon olcsó.
ugyanis látom egy játékkedlennyibe. A boosteroid.com-on pedig több mint 50 játékkal tudtok teljesen ingyen, és több mint 150 játékkal egy kevés kis pénzért játszani. Az oldalhoz a link ott van a leírásban, mindenképp csekkoljátok le, ugyanis extrém szuper áron, rengeteg játékkal, minden király gépigény nélkül, akár még telefonon is tudtok játszani. És itt láthatjátok a profilomat, amit karantén alatt csináltam, igen, nagyon szexi a profilképem, tudom. Csekkoljátok a linket a leírásban, és legyetek olyan őrült játékosok, mint én. Na vissza a videó! Üdv mindenkinek innen a szobámból! Hiszitek vagy sem, srácok, rendesen fáj a hasam. De nem baj, mert nem adom fel. Van valamilyen zene, nem? Most pedig ebédet fogok rendelni. Oké, szóval itt Pesten kéne valami jó helyet keresnem, viszont fogalmam sincs, milyen csípős kaják vannak, mert kb. Tényleg soha, de soha nem eszek csípőset. Nézzük, úristen, mennyi étterem. Gondolkodtam csípős pizzán. Nézzük meg a Pizza Hut kínálatát. Van egyáltalán ilyen csípős pizza? Olasz kolbászos? Annyira nem. Mexikói. Magyaros. Nem látok konkrét csípőset. Miért remélem, hogy csípős? Csípős. Gulyás étterem, indiai. Vagy minden ennék egy tésztát? Hopp, egy belodzó. Arabiatta csípős tészta paradicsomos fokhajmás csilis fűszerelése. Köszönöm szépen. Még egy chili emoji is van mellette, hogyha ez nem csípős, akkor semmi. Jó, jó lesz durum tésztával. Feltétek, kérek hozzá még csípős szalámit. Jó, legyen csípős szalámival, úgy az igazi. De rendelek valamit Csengének is, hogy jó arc legyek. Remélem látod ezt, Csenge, és most örülsz. És meg is érkezett. Let's eat. Nagyon kíváncsi leszek amúgy, mert a belodzóba szinte mindent próbáltam már, de ezt még nem. Na nézzük, ő lesz az enyém, kis gyomorrontás megint. Ez pedig ugye Csengé, majd ha hazaér egyszer. De már a színén látszik, hogy csípős, nem azért mondom. Látjátok, meccsizik a pulcsimmal. Szóval azt hiszem, ezután irány a WC egy jó kis hányós kör. Nos, hölgyek ura, a következő kör. Megpróbálom ezt valahogy kibontani. Wow! Oké, lássunk hozzá, azt hiszem. A biztos, hogy kedvéért teszek erre is egy kis tabaszkót, csak hogyha nem lenne elég... pokol íze az egésznek. Let's go! Yummy! Nem véletlen volt ott az a paprika emoji? Uh-huh. Már most kezdődik. Miért csinálom ezt magammal? Öngyilkos akarok lenni? Sling! Nem bírom. Már most kell víz. Srácok, ez nagyon ördögi. Konkrétan csak csípést érzek. Ha, lesznek bajok. Látjátok, hogy egyre jobban csillog az arcom? Na, ez attól van, hogy lever a víz. Húha, kell egy kis szellő hullám. Passza a cél a számba. Ez nagyon nem kedves. Hogy befele szívom a levegőt, egész jó. A tészta amúgy nagyon jó, de hát azért ez chip. Chip? Esküszöm, nem bírom, srácok. Miért teszem ezt magammal? Látjátok, hogy leizzadtam? Rendesben leizzadtam! Meg fog halni! 6.5 hours later. Oké, ez a vége, tehát konkrétan nem vagyok képes fizikailag ebből többet enni, vagy felgyulladok. Sőt, tudjátok mit? Rendesen jegelnem kell az arcom. De jó érzés, úristen. Azt hiszem, ma este így fogok aludni. Vennem kell még pár szilvás derejét. És megérkezett Hannai! Annába fogunk beosonni a... Aldiba. De ez ilyen termék megjelenítés. Let's go! Na, mit találtál, ami spicy és nem te vagy? Mekkora bók volt, már nem azért mondom. Oh my god! Hanna, ez lesz a vacsorát, csak így magába, mit szól? Találtunk erős paprika krémet, ezt Hanna a bajszára fogom kenni, hogy biztosan lelohadjon. Ez pedig csilisbab. Én nem tudom, a csilisbab csípe amúgy, de ez úgy szimpatikus. Nekem nem. Milyen szép az orrom. Heaven, szét fogja csípni a fejünket. Megtaláltam a havi készletét Hannának, egy jó kis adag szósszal, még illik is hozzátaladod. Chipsből is hatalmas választék van, erős, mint Hanna. Háj. Chili és lime, vagy a wasabi is? Miket is szeretem. Legyen a wasabi is, az olyan különlegesen néz ki. Jó ez, jó ez, jó ez. Ez is tökéletes lesz. Csípős, hát, pikáns, sassy, moody, nasty. Vacsorának találtunk még egy ilyen szecsuáni csípős csirkét, amit valószínűleg sose ennék meg amúgy. Hashtag vinci, vagy nem, nem számít. És megérkeztünk a nagyvilágból. Egyébként egy cipős zacskó van a kezembe, de ezzel próbálom imitálni, hogy amúgy bevásároltunk. Úgyhogy Hannával kiválogatjuk a legextrémebb snackeket, és jöhet a kis snack kóstoló time. Nem égett még ma eleget a nyelvem, azt hiszem. Woohoo! Szóval visszatértünk a... Bocsáss meg. Itt vagyunk a snack kóstolóba, és hát van itt pár dolog, amit ki fogunk most próbálni. Alig várod, ugye? Nagyon. Hanna nagyon nem bírja a csípőset, úgyhogy ez egy hatalmas élmény lesz számunkra. Az első dolog, amit ki akarok próbálni egyébként, az ez a... Pix... T...
stick snack csípős, hát pikon. De hát gyakorlatilag ez csak egy tényleg csípős hurkának néz ki, úgyhogy mondjam. Kolbász. Elküldtek egyé. Tehát... Az basz. Ez egy olyan dolog, amit amúgy csak én fogok megkóstolni, mert Hanna nem eszik húst. Várom, hogy beüssöm. Amúgy csíp, de nem olyan durva. Nem olyan durva. Kezdésnek jó. Bevezető. Mint a Lelkű Csillagokba a törökök. Nem is olvastam el amúgy. A következő az egy ilyen chips lesz, egy Lay's Strong, amúgy egy kicsit már cheap ez a tudsz, most kezd beütni. Hát ez a Lay's Strong, Real Potato, Strong Flavor, Wasabi Flavored, Lay's, egyszer elmondtam, hashtag promo. Nem szeretem a chipset. Ez már most nagyon csípni hallod. Inkább csak olyan íze van, mint hogyha belearaptam volna a szomszéd füvébe. Mármint nem olyan füvébe, szóval értek. Nekem ez nem ízlik annyira. Haladjunk is tovább, van itt kettő, befutunk még egy trash. Chili ízű. Földi magyarul. Illetve szintén egy chilis mexikor. Ilyet a mexikornél meg akkor mondtam ezt a crushed. Crush alatt egyébként cica. Jaj. Oh. Én kezdem ezt. Én amúgy nem ezek magyarul, szóval én is ezek magyarul. Komolyan? Hát én nem szeretem. Én meg pattanás leszek tőle. Nem csípő. Na már, ez egy ilyen fajjökör. Na mindjárt, ami most következik, az biztos, hogy ütni fog. Van itt egy erős paprika krémünk gyakorlatilag. Illetve Bake Ross, ami tudom, hogy nem csípős, viszont arra fogom rátenni ez az erős paprika krémet, ami remélem tényleg erős lesz. Na, hát ez nagyon-nagyon érdekes lesz. Úristen, félek, most nem tudom, melyik tegyek rá amúgy. Láttuk rendet, lesnék a szekrényben. Hadd gondoljam át az életem. Hát azért van valami. Ez nagyon jó. Nyella. Amúgy csípi a torkomat, meg a bal hátsó fogamat. Na, az első igazán csípős dolog. Ezzel együtt lenne legdurvá. Na, ez nem durva. Jézusom, nem kell ilyen sok! Hallod, fújj bele. Már fogok gyulladni! Ez az év kajája lesz. Hát csak ennyire csípi. Ennyi. Na, te azt harapd le azért. Gyerünk, Anna, képes vagy rá. Itt vagyunk a konyhába. Wow. Nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mit vacsorázunk, milyen dolgot süssünk, főzzünk, bagdaljunk, meg ilyesmi. Majd rájöttünk, hogy inkább ilyen készpályákat kéne ennünk, mert ez amire leginkább alkalmas a sütési tehetségünk. Vagy baj, nem tudsz sütni. De én tudok, honnan tud. Szóval először is van egy ilyen chili con carne, amit valószínű Hanna fog ugye megenni. Csilis, meg babos, meg... Meg húsos. Ettől tudná pukizni, ilyen... Ezt nem meg, ez fúj. Meg vettünk ugye egy ilyen szecsuáni csípős csirke rizssel, amúgy ez viszont nem is értelmes. Szecsu... Ja, de ezért... Oh, basszus, ez is értelmes. Illetve Hanna hozott egy ilyen valami különleges csípős szósz, ami... Csípős. Nem mondod? Delicious, molho, piripiri, mi ez a név? Piripiri, piripiri, piripiri. Szóval először a babkonzervünket fogjuk megcsinálni, vagy mi a jó gyász ez. Hát ezt így ki kell nyitni, azt hallottam a GordonRamsay.com-on. Ajajajajajaj. Ó, de ongorító szaga is rossz. Na, nem jó. Simba. Tényleg, hogy nézd? Simba! És legpróbálom beleönteni ebbe a csuporba, ugye? Yummy! Isten. Hanna ilyet szokott kakilni egy rosszabb nap után. De ilyeket ne vágjál be, ez nagyon undorít. Yummy. Konkrétan úgy néz ki, ahogy mint a kutya kajám, ami nem az enyém. Ennek a szaga is nagyon rossz. És ezt most rá fogjuk tenni a tűzszerre. És most úristen, Hanna beleteszi ezt a nagyon durva szósz! Jézusom, hogy kíváncsi leszek. Egy csepp, két csepp, csepereg a víz. Megnyarod? Ne, én! Utána most komolyan? Úristen, sírni fog. De ez ilyen sunyi lapos, melynek szaga írtózatos, hogy van, ez a fingre mondják? Miközben pedig ez melegszik, Hanna megpróbálja kinyitni ezt a kaját, erre nagyon kíváncsi leszek. Jól kezdődik, mert én megmutatom, hogy szokás lesz. Hagyjál meg! Meg szeretném mutatni, meg szeretném mutatni! Úgy szóltak a szakács, hogy megfekszik, kész! Normális vagy. Hát nem mondom, hogy a legdíjat nyerőbb kinézete van úgy alapból. Ez mi? És most átöntjük... Jó, nem mondom, hogy ennek is. Dikosz. Átöntjük a mennyei mannát. Azaz, igen! Wow, ez konkrétan egy ilyen tofu kocka kb. Simán lehet még, hogy finom lesz, csak kicsit ilyen érdekes verzióban tálalják. Yikes, bitch! Tehát itt az egyik vacsoránk, és Hanna egy kicsit megbolondítja. Mi? Nyom, a csapat? Zsaki neki! Szóval így néz ki ez a csoda, majd Hanna összekeveri, mert félek, hogy félremegy, és minden a földön fog gondolni. Mi ez a darab amúgy a tetején? Olyan, mint valami bőrdarab. Hanna, ide vágtad a körmedet. És most megy a mikróba, ez jóság. Közben egyébként ez is kész lett. Illetve időközben ez is kész lett. És a final touch. Nem néz ki valami jól. Hát erre nagyon kíváncsi leszek. Ez egy kicsit, hát hogy is mondjam, undin néz ki, és Hanna rengeteg csípős szószt tett bele. Illetve ez is tele van csípős szószal. Pont. Na gyere, Hanna, gyere, gyere. Hú, készen állsz rá? Jég király. Jég közepes. Ajaj.
Ajaj. Húha! Hát ez esküszöm egy kicsit csöpös. Jaha. 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 Hú, testvérem. Rendesen be fogok hányni szerintem. Nagyon csípi a darkomat. Ilyen sunyi lapos, de oda csap. I need some water. Úristen. Rendesen lángol a szám. Nem érzek semmit, vágod? Kiégtek az ízlelő bimbóim. Oh my Jesus. Na, vélemény, jó volt a vacsi, Anna? Nem tartunk ilyen esteket többet. Ilyet soha az életbe nem ehettek. Hú, rendesen még hányni. Srácok, rendesen. Ugh, 2 óra 19 van, és nem bírok aludni, annyira fáj a hasam. Esküszöm nektek, hogy ez nagyon nem lesz okés. Mivel általában sose ezek semmiért, most meg gyakorlatilag kicsíptem magamból az életet. Szerintem kell mennem amúgy WC-re. Remélem nem fogok hányni. Na jó. Holnap értesítelek titeket a dolgokról. Oh my lord. Jó reggelt, srácok! Nagyon korán van. Konkrétan nem tudtam aludni este semmit. Vagyis, hogy a WC-nél szakáztam körülbelül. Nem akarom részletezni, de megült a gyomrom, és ezzel is hagyta a helyét. If you know, you know. Egy arcmosás azért nem ártana. Szóval ugye összeszedem magam és jelentkezem. És ennyi is lett volna már ez a videó, srácok! Nagyon remélem, hogy tetszett, mert esküszöm, nagyon megszenvedtem vele. Fizikailag, de hogy úgy fájdalmasan. Úgyhogy, ha szeretnétek még ehhez hasonló videókat, mindenki dobjatok egy like-ot, illetve hit that subscribe button, tapossátok meg, ahogy Bence mondanám. Ne felejtsétek el lecsekkolni a csatornatagság funkciót. Elindult a csatornámon a csatornatagság funkció. Srácok, tudom, hogy tudjátok, már csak az a lényeg, hogy csatlakozzatok. Szeretnél velem találkozni? Közös Zoom videó hívásokat tolni? Benne lenni az Instagram live-jönbe és hasonló? Link a leírásba, csekkoljátok le és lehetek el itton halak. Puszi! Találkozunk hamarosan. Sziasztok!